Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. A 43. alkalommal kiírt Budapest MLS, Budapest labdarúgó szövetség által kiírt Budapest kupa, bocsánat, felvezetője egy mérkőzés, a színészek újságírók rangadó, amely nagyon nagy múltra tekintett vissza, és hát most közel sem olyan nagy presztízsű találkozó, mint amikor 80-en voltak a Szurron, a Népstadionban, tehát változnak az idők, változnak a szokások, de minden esetre felvezető mérkőzés lesz, és üdvözlik a színészeket, az újságírók, a közönséget. Sárga, fekete mezben a színészek, akiknek a kapitánya Nemcsák Károly, piros, fehér, zöld mezben pedig az újságírók. Megismerkedünk majd menet közben a nevekkel, de a lényeg az, hogy egy nagyon nagy múltra visszatekintő összecsapás, hiszen annak idén még Karinti Frigyes is játszott például a színészek újságírók rangadókon, és hát hasonló nagy neveke Garas Dezsőre, Sinkovics Imrére, vagy akivel a táncdalénekes, a Kós Jánosra emlékezhetünk, aki kapus volt, tehát Major Tamástól kezdve nagyon sokan megfordultak, Suka Sándor, és néhány nagy nevet mondok, Nemcsák Károly, most ő már régi motoros, ő is régóta, és sokat játszott, Eperjes Károly annak idején, tehát azért egy nagy név. Mindig volt, sőt, több nagy név a csapatban, hát most nem csak Károly, tehát a legnagyobb név, aki Jászai Mari díjas művész, és a József Attila Színház igazgatás hármas számmal játszik majd a színészeknek. 230 percet küzdenek majd a fiúk, és aztán még más programok is jönnek, és 19 órától pedig következik majd a Budapest Kupa döntője, amit a Kelen SC csapata vív a Reacccal, a tavalyi győztessel. Az újságírók csapatának kapitány Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, tehát azért megadták a módját ennek az összecsapásnak, és hát összeölelkeznek a fiúk. Puskás öcsi mondta annak idén, mindegy, mit csak írjatok rólunk, mondta a sportolók nevében az újságíróknak, hát gyakran a színészek is így vannak, hiszen a kritika, még akár a ledorongoló kritika is foglalkozik valakivel vagy valamivel. Így hát nézzük majd a mérkőzést. És nézzük akkor a színészek összeállítását. Egyese Kis Zoltán, kettese Varga Miklós, kinek dúsajába tép a szél. Hármasa Nemcsák Károly, négyese Feszti Zsolt, nem a körkép szerkesztője. Ötös Frey Zoltán, 16-os Szoni Tamás, hetes Laklót Péter, ugye Laklót Aladár színművészúrról ismerős lehet. 8-as Imre Roland, 9-es Sándor Péter, 10-es Pásztor Tibor, 10-es Ámori Ferenc. Az újságírók, a Borsi dinasztia itt van. 1-ese Borsi Dávid, 12-ese Borsi László, 10-ese Borsi Gergely, 15-ese Lantos Zsolt, 16-ose Georgi Attila, 18-ose Csillag Péter, akit ismerhetünk sportműsorokból, sportriporterként is, 17-es Simon Krisztián, 19-es Tóth Csaba, 8-ose Antalics Ádám és 11-ese Havasi Zsolt. Szörényi Péter, Szőlősi György és Somozsi György a cserék, tehát Szőlősi György egyelőre a kispadon foglal helyet. Tencel Gábor, Dányi Szilárd, Eichner András, Puskás Péter, Szabó László és Vergendi Áron a színészek cseréjét, tehát Puskás Petivel találkozhatunk esetleg a küzdetén. 230 percet játszanak még, ezt el kell mondanom. Fekete László a játékvezető, Nyekita Benyánin és Milavec Péter a két segítő vagy asszisztens, és most már elkezdődött majd a játék. Hetesen Laklót Péter a labdával. Mondom, 230 perc. Itt azt hiszem, hogy a játék a lényeg, és nem az, hogy ki nyer, bár a két csapat mindig komoly presztízs mérkőzéseket vív egymással. Emlékezhetünk, így volt ez régen is. Annak nagyon örülnénk, hogyha egy jó mérkőzést és gólokat láthatták, és felvezetné ez a találkozó a 230 perc, majd a Budapest Kupa döntőt. Akkor nézzük az első támadást. Hajrá színészek, hangok harsontak, a közönség egyre gyéren szállingozik, de hát korai még a kezdés, munkaidő van, és ugye mindenki a nagy meccsre a 19 órakor kezdődő találkozóra válik. Egyelőre színész adogatás hátul. És aztán előre vágta labdát Varga Miklós, de ez nem volt nagyon jó előrevágás, és jöhetnek az újságírók. Pont Varga Miklósnak kell futni, de fiatal ellenfele ott hagyta őt, mint Szentpál a délkerti szomszédainkat, és az első lövés a 8. percben. Ez a 8-as számú játékos, miket mondok 8. perc, ilyen hülyeséget mondok, Antalics Ádám lövése ment mellé.
És ez meg is mutatta, hogy ha gyors támadást vezetnek a szélen, és begurítják a labdát, akkor veszélyes átlövésekkel lehet kísérletezni. Dányi kapja most a labdát, tehát mindesetre ez figyelmeztető azért a színész gárdának, hogy nekik vigyázniuk kell. Például megint egy labdavesztés a középpályán. Talán átlag életkorban, ahogy így elnézzük, és a neveket is olvasván, fiatalabb az újságírók csapata, ezért aztán több lehetőség van a futásra, a támadása most egy nagyon hosszú ívelés, ez nagyon rossz ívelés, de még elérheti Antalics Ádám, el is érte, visszatette, ott a lehetőség, sőt lövés, nincs lövés, csak oldalpassz. Most viszont keresztbe gurítás. Egészen hátalabda Borsi Gergelyig. És most felszabadít a színészek csapata, nem tart ez sokáig ez a felszabadítás, és Lakulót Péter nagyot esik. Senki, mondják a 16-os Georgi Attilának. Georgi Attila vissza is kapta a labdát. Szép háromszögeléssel jönnek előre az újságírók. Egyébként a magyar újságírók és a magyar színészek szép sikereket érnek el, amikor nemzetközi újságíró vagy színész találkozó van. Kupákat, trófeákat hoztak el mind a ketten, amikor különböző országok színész vagy újságíró válogatottjával játszottak. Na nézzük meg Antalics Ádámot. Egy laza ível, és ott a lehetőség, ez bizony gólhelyzet. És ott a lövés fölé. Bizony, aki elkövette, Csillag Péter, de hát ez nem sikerült. A harmadik perc újabb újságíró lehetőséget jegyezhettünk fel. Ki Zoltán, a színészek kapusa gurította ki. Nem csak Károly várja, de nem kapja. Most igen. Szép labda keresztbe. Meg lehet indulni. Először jöhetnek át komolyabban a félpályán a színészek, de nem jöttek át, mert egy szerelés Havasi Zsolttól és Havasi Zsolt szerelése után most újra a színészek adogatnak hátul. Úha, ez egy hosszú indítás volt, és egy rossz labdakezelés, úgyhogy megint csak az újságírók, a tollforgatók támadását lövés fejezi be, ott a lövés, és egy kapufa, kérem szépen! A negyedik percben majd egy hazafejelt labda, aki elkövette ezt a hatalmas bombát, ez nem volt más, mint Havasi Zsolt. Az első színész támadás, amely veszélyekkel kecsegtethet, sőt ott a lehetőség most. Sándor szépen hámozta át magát, hosszú. Még a negyedik percben egy színész lehetőséget is felvegyezhettünk. Bizony, Sándor Péter addig-addig hámozta magát, addig-addig cselezgetett, amíg helyzetbe került. Kicsit eltölték a labdát az újságírók, jöhetnek megint a sárga mezes színészek. Ez egy rendkívül hosszú indítás. Úgyhogy jöhetnek majd az újságírók. Egyelőre tehát veszélyesebbek a zsurnaliszták. Újabb hosszindítás Antalics Ádám, aki jó formában van és jó futóformában. El is éri a labdát, be is teszi középre. Mindenki feje mellett elment, viszont ott a lehetőség. Egy lövés, kecsorog a kapusról, és nem csak Károly felszabadít. Hát helyzetekben nincs hiány. És elsősorban újságíró helyzetekben nincs hiány. Viszont ebből egy jó megugrás lehet a színészek részére. Na, és Sándor cselekbe bonyolódott, viszont ezek a cselek egyelőre bejöttek, és labdája is jó. Na nézzük, lesz-e végre egy első akció, amely lövése fejeződik be a színészeknél, akár lehetséges is, így azonban szöglet. Szöglet a hatodik percben, az első szöglet a mérkőzésen, amelyet a színjátszók fognak elkövetni, ők rúgják befelé majd a labdát. A nagyon aktív Sándor Péter kérné, de nem kapja. Jól ívelődik a játék, de mindenki feje fölött el, mert Georgi könnyedén, illetve Csillag Péter könnyedén veszi le, és Antalics Ádám kapott megint labdát. Ádám kérik tőle többen. Meg is kapta Havasi, akinek volt egy nagy kapufája.
mondom, fiatalabb játékosokba áll az újságírók válogatott, hogy ez azért rányomhatja bélyegét a találkozóra, ahogy telnek múlnak a percek. Egy jó indítás, de egy jó tisztázás is egyben. Szoni Tamás táncoltatta a fején a labdát, aztán előre rúgták, de csak addig, amíg jöhet vissza a labda, megint csak Antalics. Jól vette le, és leviszi az alapvonalig, onnan akár be is lehet ívelnie majd, nem csak Károly támadja, a begurítás viszont nem jó. Jól támadott a színigazgató úr, nem csak, mert megzavart ellenfelét, lövés viszont továbbra sincs. Pedig távoli átlövésekkel meg lehet lepni a zsurnalistáknak a színészeket, én úgy érzem, akár csak egy jó kritikával, vagy rossz kritikával éppen. Bár itt az újságírók nagy része inkább sportújságíró, azért azt hozzáteszem. Na nézzük azért egy gyors színész akció, mivel kecsegtet minket. Sándor révén akár gólhelyzettel is, a csel jó. Hát nem vagyok biztos benne, hogy ez nem volt buktatás. A játékvezető hűvös és mértéktartó módon intett tovább. Én azt mondom, be lehetett volna fújni. És Havasi indul meg. Középpályáról nemigen beszélhetünk, egy jó kiugratás, azonban remek volt a szerelés is. Dányi Szilárd. Most már kiegyenlítettebb a játék, nem csupán az újságírók támadnak, sőt, most ezek a percek inkább a színészek. Hát az túlzási rohamaival, de támadásaival telnek. Sándor ő nagyon aktív, szépen leteszi oldalra. Laposan belőtt labda szöglet. A második szöglet. Gyere Feri, ez Hámori Ferencnek szól. Gyere Feri a labda irányába. Feri nem ment, viszont kirúgták a labdát előle. Az újságíró. Előbb volt egy ívelés, ami veszélytelennek tűnt. Lehet, ez most veszélyesebb lesz. Bizony az, de elszáll a fejek felett, és megint csak Havasi. A mozgékony Antalics Ádám egyből fordíthat oldalra Csillag Péternek. A kiugratást nem rossz, de megszűri. Varga Miklós vezetésével megszűrte ezt a labdát most a színészek és dalnokok védelme, és így egy indítás, amely nem jó. Viszont hihetetlen fürgességgel csapott le Georgi Attila labdára, és Csillag Péter. Csillag megindulhat, ha hagyják, de őt nem olyan fából faragták, hogy visszafordul. Antalics Ádám nem csak mellett elhúzná, hosszú azonban az átadás, és jöhet a kapus. Neki viszont szabadulni kell a labdától, meg is tette. Ott a lehetőség, Havasi gólhelyzetben, Havasi nagy lövés mellé. Ho-ho, a 9. percben hatalmas újságíró lehetőség maradt ki. Ugye, amikor az újságírók írnak mondjuk a fociról, itt helyzetbe kerülnek, ajtóablak, kriptobiztos helyzet, és csúnyán mellé vágta Havasi. Gyülekeznek a Vippáholyban is az urak és a budapesti vezetők, akik az MLS Budapesti Labdarúgó Szövetség vezetői, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség vezető is képviseltetik magukat, a BLS vezetők is képviseltetik magukat. Nagyszerű lesz ez a Budapest Kupa, és méltó helyszín egyébként a Budafoki Stadion. A hírek szerint a Realcot is, és a Kelent is nagyon sokan fogják elkísérni, úgyhogy azt hiszem, lesz itt hatalmas szurkolás és nézősereg. És hát a BMT egy gyönyörű stadionja pedig minden sportrendezvénynek méltó kulisszája. Egyelőre bedobásra jöhetnek az újságírók. 230 percet játszanak, és ráadásul hirtelen eléggé meleg lett a reggeli hűvös után, ez is befolyásolhatja a fiúkat. Most egy újságíró kiugrási lehetőség, megint egy ajtóablak, Antalics Ádám, ellövi, és gól. A 10. percben Antalics Ádám góljával 1-0-ra vezetnek az újságírók. Antalics eddig is nagyon aktív volt, lövése utat talált az alsó sarokba. A mérkőzés 11. percében pedig az újságíró válogatott szerezte meg a vezetés, a gólszerző pedig nem másik 8-as mezben, Antalics Ádám. Antalics Ádám jól helyezett lövése tehát hálót ért, és csere lesz az újságíróknál. Leült Borsi László és Szőlősi György érkezett.
aki ugye mackós mozgásával és jellegzetes haj és szakáll viseletével tűnik ki. Tehát Szőlősi György érkezett, aki most aztán igazán nyugodtan mondhatjuk, hogy akár ha hibázik, akasztják a hóért, hiszen sportújságíró, a Nemzeti Sport főszerkesztő. Egyelőre jobb szélre húzódott Szőlősi, Antal is behúzódott középre, és hátrébb egy kicsit. 1-0, nyugodtan játszhatnak most már az újságírók. Megvan az idegnyugtató gólcsendő, megérzem, helyzetük is több volt, hiszen 1-2-3-4 helyzetet, egy kapufát is feljegyezhettünk, egy szem színész helyzettel szemben. Na nézzük. Ez már a 12. perc. Néhány Oscar-díjas alakítást, vagy legalább Jászai Mari-díjas és Kossuth-díjas alakítást elő kell vezetni a színészeknek, hogyha fordítani akarnak, mert eddig gyenge a támadjáték. Sándor azonban ajándéklabdával meglép, ajándéklabda. Fellökni se tudják. Sándor elgurítja, és egy szép fédés. És egy szép fédés. Hát kérem szépen, itt a lehetőség a 12. percben színész helyzet. Sándor kilépett, és most a túloldalon is egy kilépés, ez azonban les, emelkedik az asszisztens, egy partjelző zászlója. Sándor eddig is a legtöbb veszélyt okozta az újságírók védelmében, hát most bizony utolérni se tudták, legfeljebb csak megsemmisíteni, hát gyalogolnak rajta, két kézzel lökték, ez sem jött be, lövését azonban viszonylag könnyedén fogta meg a kapus. Színész akció kibontakozóban. Laklót Péter tette volna tovább, de csak volna. És most megint Antalics. Csillag Péter. Szőlősi kapta. Visszatette Csillagnak. Hát ez elég mély indítás. Valahogyan kihozhatják a színészek, eladott labda, Havasi rávezeti, az ellenfélre leteszi Antalicsnak. Antalics, ez megint gólhelyzet, Antalics visszagújít, Havasi nem találja el. Nincs vége még a támadásnak, de ez egy hatalmas lehetőség volt. Ott az ívelés, kifejelik. Állandósuló újságíró fölény. Antalics lövőcsel. Megforgatta Nemcsák Károlyt, nagyon. De rossz az ívelése. Nemcsák Károly szemmel verte szerintem Antalicsot, és bejött, mert nagyon elrontotta a fiú. 14. perc, tehát a találkozónak lassan a feléhez érkezünk, és teljesen megérdemelten 1-0 arányba vezetnek az újságírók ezen a mérkőzésen. A színészek ellen, amikor megint egy gyors indítás, Sándor. Gyorsabb, mint az ellenfél. Ha a cselbe tudja dobni, akkor indulhat a kapura. Csak hogy nem segíti senki most a Laklót. Sándor, az átgurítás már nem jó. Csillag Péter jókor volt, jó helyen. A Csillag nem is születik, de Csillag minden esetre jól teljesít eddig a mérkőzésen. Indulhat. Szőlősi, visszajátszás, mondjuk ez lehet tudatos is, hogy hátulról építkezzenek az újságírók. Kérdés labdát Szőlősi, de Antalics kapja, ő is szabadon van. Elrontotta, és Laklót jöhet. Vigyázni kell a lesre, Sándor a les határon, a labda nem rossz, ez is jó. Hát újabb szöglet, mert a beívelés, amelyet, ha jól láttam, Szoni Tamás követett el, nem Szoni volt, a beívelés nem sikerült. Hát egyelőre tehát az izgalmak a szögletnél vannak, és azt, hogy az újságírók is sorozatos cseréket hajtanak végre. Somogyi Zsolt és Szörényi Péter is beálltak. De nézzük ezt a színész ívelést, hát ennél jobbat, sokkal jobbat is láttunk már ezen a meccsen is.
Szörös itt megindul, de azért nem futóbajnok. Viszont ha most ki lehet ugratni valakit, őt ki lehet ugratni, nem fog sokat futni, viszont letehet egy pontos labdát. Nézzük Szöldősit. Középre íveli, nem jó. Viszont még mindig jöhetnek az újságírók Havasi révén. Lehet javítani. Szöldősi. Visszateszi. Ott az ívelés. Fulcsán pattan. Kifelé, lövés felé. Havasi volt helyzetben a 16. percben. Ez is kimaradt. Mindkét csapatnál csere történt az imént. A színészeknél ötös mezben Fes Zoltán lépett pályára, az újságíró csapatban pedig 13-assal Villányi Gergely és 19-essel Tóth Csaba van ott a pályán. Tehát Tóth Csaba és Villányi Gergely itt vannak a pályán, kezdőnek voltak nevezve, de aztán csereként jöttek be, viszont itt van Fres Zoltán a színészeknél. Hát megmondom őszintén, sokat a színészek a játékhoz még nem tudtak hozzátenni. De ez egy jó indítás Szoninak. Két 16-os csatáját ő nyerheti. Görgi Attilával szemben, csak kinek tegyem ezt a labdát. Szoni egymaga kísérletezi. Most teszi középre, és egy újabb sarokrugás. Jó, 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 hiszen az újságírók közül ezúttal tisztáztak. Újra tisztáztak, mondhatjuk úgy. Tulajdonképpen szögletekig eljut. Nagyon nyugodtan szögletekig eljut a színészek csapata, de ennél tovább aztán nem. Komolyabb helyzet nélkül, bár ez egy jó pozícióba elvégezhető fejes, viszont veszélytelen. Imre Rohan tette fel a kezét, hogy bocsi. Villányi Gergely indulhatott meg, hosszú volt az indítása, mégis visszakaphatja Gergely. Rutinosan kiengedné, de Sándor sokkal jobban helyezkedett. Borsi Gergely. Gergely közjáték a Borsi. Havasi. Nem rossz labdaátvétel, csak egy kicsit hosszú. Ott a lehetőség, és ott a második gól. Egy szép labdaátvétel után a 19. percben. Azt kell mondom, hogy nem mondhatjuk ilyenkor, hogy eldőlt a mérkőzés, idézzük csak fel. Egy átívelés kicsit hosszúnak tűnik a labdaátvétel, aztán mégis jó, még egy csel is belefér, és a lövés is megvan, a lövés is bent van. Úgyhogy az újságírók második gólját könyvelhetjük el. Gondok vannak itt a messzámokkal, mert 9-es mezben játszó játékost nem adtak meg nekünk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy Szörényi Péter volt az, aki betalált rossz messzámot adván. Úgyhogy az ő góljával 2-0. Csú, Csillag Péternek kell nagyot harcolnia. Szöldősi. Alá nyúl, és oda varázsolja a labdát Havasinak, illetve Havasinak miket mondok, Simon Krisztiánnak. Simon visszakapja, de elég öreg urasan tenné maga elé, úgyhogy a színészek tisztáznak. 10 perc sincs már az első félidőből. Nagyon magabiztosan 2-0-ra vezetnek az újságírók, főleg, hogy ilyen sarkalásokat csinálnak a színészek. Szöldősi lövőhelyzetben ellövi, és nagy lövését szépen védi a kapus a 21. percben. Hát egyelőre magabiztos és nagyon jelentős újságíró fölény. Mondhatnánk azt is, hogy újságírók és sportkommentátorok, hiszen mondjuk Csillag Pétert azért sportkommentátorként is ismerhetjük. Megtette Simon Krisztián is. Úgyhogy nézzük, hogy hogyan adogatnak és labdáznak. Érettebb, kiforrottabb csapat
az újságírók úgy tűnik a játékok, és hát hozzáteszem, nagy részében fiatalabbak is. Ez egy olyan kiugratás, amely nem járt eredménnyel, viszont el lehet rúgni a labdát a kapu elől. Meg is van, innen kéne valamit kitalálni a színészeknek, hogy egyáltalán fel tudjanak fejlődni, mert egyelőre Puskás Péter is csak hátra tette a labdát. De megint csak az újságírók jönnek, szinte minden, mint egy falról jönne vissza, de mindig ők támadnak, Villányi Gergely vérzéletével. Villányi Gergely az alapvonalnál középre gurít. Szépen tisztáztak a színészek, sőt, még trükkökre is futja az erejükből, csak hát szabadulni kéne a labdától, mert letámadnak az újságírók, és most nehéz lesz. Bizony-bizony, olyannyira nehéz, hogy ez azért szépen a Puskás Peti. Kérem szépen, nem csak popénekesnek jó, hanem ez egy kimondottan brazilos labdalevétel volt, kedves Péter. Druszám Puskás Péter, tehát örülök, hogy egy ilyen remek megoldást csinált, de az indítás, ez nagyon nem jó, és Pásztor Tibor, hát hogy úgy mondjam, néhány keresetlen szó is, és mozdulat közepette, adta tudtára mindenkinek, hogy nem így képzelte ezt a leadást. Mindenesetre a 22. percben járunk, és egyelőre magabiztosan 2-0 arányba vezetnek az újságírók, teljesen megérdemelte, több helyzetük volt, kapufájuk is. Csillag Péter fáradhatatlan ezen az oldalon, és Borsi Gergely sem az az elfáradós típus. Csillag levieti az alapvonalig, ha egyáltalán akarja. Lágya löbböli oda, ez rövid lesz. Les. Csillag elérte még a vonal előtt, ez azonban már les helyzet volt, kérem szépen. Puskás Peti tette, hát a nagyon aktív a fiú, amióta bejött, és nem is játszik rosszul. Egy színész akció kibontakozóban, és Sándor Péter berúghatja majd a labdát. De hát kinek, hiszen a kapu elé bedobás után berúghatják valakinek. Mondjuk Puskás Péter indulhat, és ez egy jó indítás. Na, talán lesz egy csel után egy lövés, színész gólhelyzet, egy lövés, és mellé tud menni ez is. Ki tud maradni a 24. percben egy óriási színész helyzet. Azért ez nem semmi, hogy ezt is ki lehetett hagyni, de hát így van ez, amikor a színművészek nagy fellépése nem mindig vastapsot hoz. Hát ezúttal ez volt. Ezúttal a közönség nem tetszését fejezte ki. Persze játék, ezt tudjuk jól, de mindesetre itt volt az építés lehetősége. Milyen érdekes játék a futball, ugye ezt mindannyian tudjuk, hiszen az újságírók sokat támadtak, helyzeték volt, a kapufájuk volt. Ezzel szemben egy-két színész akció, és íme most a nagyszínpados fellépés gólt hozhatott volna, ha az a volna, ott nem lett volna. Nem csak Károly is a fejét fogta, hogy ilyen zicsereket azért illene berúgni, fiúk. Hát ez az ittszer, kérem szépen, kimaradt. A kirúgás után viszont lehet javítani, és íme ott a fejes, Pásztor Tibor, ő is elég aktív, Csillag Péter Szőlősi felé tenni, ez nem jön össze, és talán most, Puskás Peti lábáról is lecsúszik, de ott most megindulhat az ellen, Simon Krisztián, nagyszerű kiugratás, óriási lehetőség, egy szép emelés, gyönyörű gól. Ez megint Szörényi volt, a harmadik gól, 25. perc. Hát kérem szépen, nem tudok mit mondani, kimaradt egy színész lehetőség, és egy csodás emeléssel íme megszületik az újságírók gólja. Az első fél időben vagyunk, de gyakorlatilag 1-0 után is sejthetjük, de 2-0 után már tudtuk, hogy gyakorlatilag már eldőlt a mérkőzés, az aránya lehet kérdéses. És hát az a lényeg, és azt hiszem, azt szeretném most a színészek, hogy ne fussanak bele egy csúfos vereségbe. Lakvolt Péter, mondták neki, hogy Peti, figyelj, de Peti ugyan hiába figyelt, mert ideig eljutnak a színészek, innen vannak gondok.
Feszti Zsolt. Innen vannak gondok, hogy a kapu elé hogy tegyék a labdát, mert ha oda kerülnek, mint az előbb is, akkor viszont kimarad az ígyszer. Két lehetőségük is volt a kapu előtt. Hoppá! Egy tisztázás után némi ügyetlenkedés, de a labda megvan, olyannyira megvan, hogy nem is tudnak támadást indítani az újságírók, sőt, illetve a színészek, sőt, az újságírók keresztlabdákkal szűrik meg az ő támadásukat, és csillag révén akár indíthatnak is. Ez nem sikerült. Ez egy jó elengedett labda, hosszú azonban. Puskás Péter nagyot futott. Azt szokták mondani a dalba, hogy békacombot ropogtatott, nos, nem ropogtat semmit, hiszen nem éri el ezt a labdát. Maradt a 0-3, akkor, amikor mindössze 3 perc van hátra az első fél időben, és nagyon magabiztos újságíró előny. Közben rútfelhők jönnek jobb oldalról, de a napsütés velünk van. Bízunk benne, a rútfelhők eltakarodnak a sportterep fölül, és marad a jó idő, és maradhat a játék. Egy hosszú előrévet labda után jöhet a színészek játéka, szó szerint, de idáig tartott csak addig, amíg le nem csapott a labdára Villányi Gergely. Csillag. Ez jó. Vissza is kapja, akár leviheti, akár le is viszi. Kicsit tán hosszan teszi maga elő, nem is kicsit. Szép a szerelés. Szép a szerelés. Egyébként a szerelése szép mind a két csapatnak, ugye a megy piros meze, a magyar válogatott meze, az újságírók és ez a sárga-fekete, ilyen dortmundi beütési, dortmundi feelinges a színészek meze. Hát nézzük a belovást, mondom még egyszer, egyelőre magabiztos újságíró játék, de azért hozzáteszem, fiatalabb csapat, azért azt tegyük hozzá, fiatalabb játékosokat, ne Szöllősi Györgyre gondoljanak, hanem a többiekre, például Havasira, például Szörényire, például Simon Krisztiánra, Antalics Ádámra, ők azért a fiatalabb generáció, és hát ez azért meglátszott. Avval együtt volt lehetőség a színészeknek is, nem véletlenül fogta a fejét. Okay. Nem véletlenül fogta a fejét, és Szörnyi Gábor barátomtól kapom a hírt, hogy 9-essel, én mondtam rosszul, mert Murányi Domonkos lőtte a hálóba a labdát, kétszer is, úgyhogy Murányi két góljával 3-0, köszönöm szépen Gábornak. Nagyon rendes volt, hogy így kisegített engem. Tehát Murányi góljával immáron 3-0. Köszönöm, tehát én Szörényit mondtam Murányi helyett, két történelmi név. Na nézzük Szőlősit. Szőlősi forgolódik, és hát elég lassan forgolod, de ekkora termetten nem is lehet gyorsan forgolódni, viszont egy szép előretörés után ott az zicser, már nem zicser, mert bizony Georgi Attila túlzásra vitte. A Fürge Sándor viszont elviheti végig mellette Puskás Peti, újra Sándor, egy az egybe vidd már rá, mondja Lemcsák, hát nézzük, egy az egybe megcsinálja, eddig jó a csel, na most kinek passzolunk, egy emelés veszélytelen. Amíg a túloldalon Murányi remekül emelt, addig ezen az oldalon nem emelt jól Sándor. Hát szerintem 30 másodperc van hátra, és nem hiszem, hogy a játékvezetőnek oka lenne hosszabbítani. Mire visszajön az a labda, alig ha nem le is fújják ezt a találkozót, mármint az első félidőt, ahol teljesen megérdemelten és teljesen magabiztosan 3-0-ra vezetnek egyelőre. Egyelőre kérem szépen az újságírók a színészek ellen. Elég könnyen adogatás, de nem támadta őket senki, könnyedén hozhatják, és Szőlősi a középpálya királyaként teszi átra a labdát most. Majd egy hosszú indítás. Á, ez tényleg nagyon hosszú. Nem csak Károly köszöni szépen, ott van, és tovább passzolja szeliden a labdát, és jöhetnek majd Pásztor révén a színészek, de csak eddig, mert a játékvezető a szájába veszi a sípot. Fekete László, fúj! Az első fél idő vége, 3-0, innen folytatjuk a másodikban. Kezdődjék hát a másik fél idő, egy olyan másik fél idő, kérem szépen, ahol hát bizony
gyökeres változást kéne elővezetni a színészeknek, mert 3-0 vezetnek ugyan az újságírók, de mondjuk 8-1 az eredmény, senki nem szólt egy szót se. Magunk között szólva, hogyha a főpróbának tekintjük az első fél időt, akkor milyen lehet az előadást, mondhatnák a színészek, mert ez a főpróba nem sikerült, tehát szuper előadásnak kéne lenni. Na nézzük, hogy kik lesztek itt a küzdőtéren. Azt látom, hogy például nem csak Károly a csapatkapitány, egyre pihen egy kicsit, akárcsak Varga Miklós, akinek egyébként sem tép most dúsajába a szél, nem kell futnia, hiszen kicsit ül. Nagy munkát végeztek az első fél időben, de hát fiatal támadósorral kellett szembenézniük, és ugye Munányi Domonkos vagy Antali Csáldán meg is tréfált őket, ketten három gólt szorgoskodtak össze. A tulajdon Sándor volt a legveszélyesebb, és Puskás Peti is igyekezett bebizonyítani, hogy nem csak énekesnek kiváló, hanem labdarúgónak is. Volt egy remek átvétele sarokkal, és egy-két jó átadása. És most talán ismét Puskás Peti, de nem. Megszerezték az újságírók, és ők szűrik meg ezt a támadást, és indíthatnak is. Antali Csárdám, aki remekül kezdett az első fél időben, talán így is folytatja. A második fél időben, tehát továbbra is 3-0, és megint a zsurnaliszták jönnek. Hát Antalics ezt a labdát Porsche Cabrera-val sem éri el, oda is intett barátjának, hogy gyerekek, Usain Bolt nem játszik, de talán még neki is nagy feladat lett volna ezt a labdát befutni. Bár a kiváló Usain például részt vett a Manchester United edzésén, és azt mondták, hogy nem ügyetlen, de azért én azt hiszem, Jamaica büszkeség egyelőre még nem fog profi szerződést kapni, bár az biztos, hogy utolérhetetlen lenne. Hoho, érdekes labdakezelés ott a színészek kapusától. És aztán, hát idáig tartott a támadás, ezt kell mondjam, és már is Antalicsék jöhetnek tovább. Értem, most egy Simon Krisztián, de Simon Krisztián kéri vissza, nem kapja. Közben gyülekeznek itt már a Kelen hívek, azt mondják, hogy a Kelen minden korosztályos csapata, és aki él és hadra fogható, kijön majd a mérkőzésen szurkolni a Reac ellen. Ez azért lesz jó, mert jó labdarúgó hangulat lesz majd a találkozón. Szabadrugásra jöhetnek majd a színészek. Nem kell elkeseredniük, mert azért hozzáteszem, bármi legyen ennek a mérkőzésnek az eredménye, színészeknek sokkal többet tapsolnak, mint újságíróknak, úgyhogy a tapsot majd ezek után is ők fogják learatni. Az újságíró, különösen a kritikus, az meglehetősen, hogy úgy mondjam, nehéz pálya, hiszen gyűlöletet kapsz, dicséretet nem sokat. Egy gyors megugrás, de túl gyors. Túl gyors, túl gyors, túl gyors. Pásztor Tibor kíséri a labdát, és jöhetnek a színészek. Fresh Zoltán kérte ugyan, de nem kapta. Na most el lehet indulni. Szoni Tamás, és most terület is van előtt, az első cseh jó. Lassan lövő helyzet, de csak lassan. Most kéne egy jó kiugratás. Hát ez nem az. Ez nem az a situation, Puskás Peti. Ez meg hosszú. És sarokrugás, kérem szépen, sarokrugás, mert Tóth Csaba nemes egyszerűsége majdnem bevarázsolt a labdát a saját kapujába. 33. perc, ezt a 230 percet játszanak, tehát a harmadik perc a második fél időben. És egy színész szöglet. Most nincs labdaszedő, ami azért kellemetlen, mert azért itt a fiúk közül néhányan van, olyanok, mint én, tehát némi túlsúlyjal küzdködnek, és nehezebben érnek a labdák nyomába. Persze Puskás Peti nem a túlsúlyjal küzdködik, hanem a széllel. Jól íveli középre, ott a kibólintás, de jöhetnek megint csak a színészek. Puskás kéri, és nincs les. Elviheti az ötös sarkáig akár. Lá is lövi! Nem volt rossz. Kérem szépen, 4. perc a második fél időben. És a színészek helyzete. Hozzáteszem, egy gólt mindenképpen megérdemelnének azért a világot jelentő deszkák lovagjai, mert azért most már volt egy-két szép támadásuk, volt szép lövésük, Puskás Peti beállítása és aktivitása sokat jelent, fiatalsága is, csak hát az a fránya gól nem akar megszületni. Kicsit hozzáteszem, néha olyanok, mint a Budafok csapata, hogy szemre tetszetősen játszanak, eljutnak a kapuig, gólt az Istennek sem lőnek. Persze reménykedtettek a budafoki hívek, hogy megváltozik ez majd, hiszen most legutóbb nagyon balszerencsés vereséget szenvedtek, némi bírói segéd lett a Kaposvártól, ám de meg lehet javítás majd Cegléden, aztán itthon. És nézzük ezt a fejest, ami alapján Szőlősi elindulhatna, de ő csak engedi ki a labdát, hiszen bedobásra jöhetnek majd a színészek.
Visszaadják a labdát, ez nagy taps, sportszerű jelenet, sportszerű pillanat. És rúghatja előre a labdát az újságíró. Gárdája, új, szép csel volt, Havasi. Az indítása sem rossz. Többen sprintelnek középen, a gólszerző Antalics, meg is kapja Antalics, és ho-ho, magyar betegség. Kérem szépen, kedves Antalics Ádám, hogyan lehetett 23 centivel a stratoszférába rúgni a labdát? Ezt most Antalics Ádám bebizonyította nekünk. Hát kérem szépen, ezt is ki lehetett hagyni. Egyszer hasonló helyzet történt egy Németország-Törökország mérkőzés, amikor Konsa Ender Németország ellen a török kiváló balszélső kriptobiztos helyzetbe került, és a meccs előtt Seher Senic, a török szépségkirálynő felajánlotta, hogy azzal a török labdarúgóval töltöm az éjszakámat, aki hálóba talál a németek ellen. Nos, Konsa Ender kriptobiztos helyzetbe kirúgta a Boszporuszba a labdát. Hogyan tehetted, jajdultak fel az újságírók. Ender szerint elmosolhatott. Elmosődött, az urak bizonyára nem ismerik a feleségemet. Úgyhogy lehet, hogy itt is ez játszott most szerepet. Na nézzük ezt az indítást, nem lesz ebből indítás, hanem hátrapassz, de nyugodtan adogatnak, 3-0-ra vezetnek az újságírók, és megint egy brutális helyzetük maradt ki. Hoppá, szabálytalan Sándor. Mármint Sándor Péter. Az indítás Antalics Ádámnak brutálisan jó, Antalics azonban nem tud átvenni. És egy nagyon szép szerelés. Dicsérjük meg Pásztor Tibort, aki jól játszott az első fél időben is, és talán megindulnak a színjátszók, nem indulnak meg, mert megint egy jó szerelés. Vitány, nagy labda, le is lehet venni, le is lehet fejelni, ez elég suta megoldás, de még így is lehetőség. Ott a nem lesz, még csak csel van. És kicsit elhülyeskedték, elszórakozták ezt most az újságírók. Segítek, segítek, hangzik a szó, és Puskás Péter kapta. Gyere Peti, gyere Peti, de... Puskás Péter, kérem szépen, népi fordulatokat sző a mondani valójában, már pedig azt nehezményezte, hogy lehetek ilyen sügér, hogy oda rúgom a labdát a senki földjére. Másképp fogalmazott Puskás Peti, ez azonban a 18-as karikát jócskán kimeríteni, úgyhogy én nem fogalmazhatok úgy, mint ő. Pedig élénkzöld cipővel, hogy a fenébe lehetett oda rúgni ezt a labdát, gondolhatta Peti. Hát viszont oda rúgta, úgyhogy jöhetnek a zsurnaliszták. Nekik aztán igazán nem kell kapkodniuk, mert könnyedén lazán játszva vezetnek, de azért egyszer-kétszer az ő hálójuk is veszélybe került. Például Puskás Péter révén most is lehet, hiszen Puskás levett egy labdát, aztán fellövi. Nagyon aktív a fiú, és jól is játszik, de szerencse nincs. Tehát annyi szerencséje van, mint prostituáltnak a tisztességhez. Egyszerűen lövései nem sikerülnek. De nézzük, hát mire visszajön az a labda, kérem szépen, addig telik, múlik az idő. Közben gyülekezik a közönség itt jobbra mellettük, mondom, a kellenesek, és a Vippáholy illuszti személyiségei is érkeznek, és a felhők is érkeznek, különben az a fánya szél felhőket sodor felénk. Hát reméljük, az eső megkímél mink. Oppá, kockázatos cselek ott hátul, olyannyira, hogy a kapusnak kell majd felszabadítani, ennél is láttunk már jobbat. Ott a lehetőség, egy jó kiugratás, és ho-ho-ho-ho. Szörényi Péter volt az, aki kivetődött, és rá tapadt a labdára, mint a pióca, nem enged, hogy elcsúszson az a hóna alatt. Így hát megakadályozott egy újabb újságíró lehetőséget, bravo! Havasi, ő nagyon jól játszik végig az egész mérkőzésen. Szép labda. Tóth Csabától kérték, és kapták. A les határon, Szőlősi, les! Miután eléggé piknikus alkat Szőlősi György, domborúbb hátsó fele belógott a vonal mögé, tehát egyértelmű, hogy les helyzet volt. Na nézzük. Én is ezért mondom, mindig elhatározom, hogy egy kicsit fogyókúrázni fogok, mindig holnap. Na nézzük ezt az indítást, amelyből színész lehetőség lehet, ha lesz, de így
A visszagurítás után felzárkózik már a zsurnaliszták védelme, olyannyi egy Puskás Petig kerül labda, aki egy lágy emeléssel kísérletezik, ismét csak eléggé dekoncentrált megoldása után lehet szídni az égieket, mert ez sem sikerült. 10 perc eltelt már a második fél időben, és továbbra is magabiztos újságíró előny és játék, de hozzáteszem, sokkal több lehetősége volt már a színészeknek is. Jó és pontos adogatásokkal jönnek előre most a színészek. Dányi Szilárd mondta, én nem így akartam. Anyám, én nem ilyen lovat akartam, mondotta. Hát bizony, ez nem jött be. Egy jobb lókupec biztos visszaküldte volna ezt a labdát, mert ez igazán nem volt alkalmas arra, hogy jó passznak tekintessük. Közben egészen apró palánták is kijöttek a mérkőzésre, egy rendkívül csinos anyuka kíséretével, akinek a gyerekei, ugye hát reméljük, hogy megszeretik majd ezt a csodálatos sportágat. Reméljük, azért nem a színészeknek szurkolnak, mert egyelőre 0-3-ra állnak, és ha mondjuk apuka játszik, akkor ez nem lenne szerencsés, ha egy vereségbe futnának vele a kicsik, és ezt látnak, bár olyan kicsik, hogy szerintem ezt még nem fogják fel. Egy jó indítás, Antalics Ádámot futtatják meg, de szólítam, miket mondok, Pásztor Tibor sem lassú, úgyhogy hát az... Bocsánat, hátra tudta tenni a labdát kapusának. Na, megindulhatnak viszont. Á, ahogy ezt kimondtam, már is jön vissza a labda, mint egy piros fehér zöld falról. Néhány humoros budafoki szurkoló harcoljatok kiáltással, bíztatja a színészeket. Harcolnak ők például mondjuk a Lír királyt játszák, vagy a Tróját, vagy Odüsszeuszt, akkor komoly harcok vannak a színpadon is. Hát itt egyelőre nagy színpados fellépés van, siker egyelőre nincs. Viszont ez most egy zsurnaliszta kiugrás, Szőlősi a les határon. Jó indítás, Antalics Ádám az első gól szerzője, nem sípoltak lest. Antalics csele nem jó, a szerelés volt jó. Aztán visszaszerezte Antalics, középre gurít, ajtóablak, ó, még mindig ajtóablak, nagyon nagy csel, és ott a gól, Antalics Ádám egyéni játék után a 42. percen megszerzi a negyediket. Hát kérem szépen, idézzük fel, elvesztette Antalics, aztán visszaszerezte, és nemes egyszerűséggel egy csel után elegánsan gurított az alsó sarokba, 4-0. Természetesen a zsurnaliszták javára. Közben lement Dányi Mester a színészek csapatában, és megérkezett, visszajött nem csak Károly, és visszajött bizony Varga Miklós is. Hát nem fog kirojtosodni a tüdeje Varga Mikinek ettől a visszafutástól, mert mire elfoglalta helyét, addig köszönjük szépen rendkívül csinos tett le itt finom üdítőket mellénk. Addig bizony felzárkozik az újságírók támadása, de azért ők is elég lassan szövegetik, azért ne felejtsék el, nincs azért annyira hűvös, és már játszottak 43 percet a fiúk, úgyhogy, és 4-0, hát hova siessünk, mint a majtisi almáskertben a kapások, olyan szépen lassan szőtték ezt a támadást az újságírók, villamos nem üti el őket, az a gyep zöld, szép, úgyhogy minden adott egy jó piknikhez, hiszen 4-0-ra vezetnek innen, akár már lazíthatnak is. Persze a színészeknek egy becsületgól mindenképpen járna, én szeretném mondjuk Puskás Peti betalálna, mert megérdemelné a fiú. Lehet, hogyha dalra fakad, szerencsésebb lesz, és egy-két strófa eléneklése után talán ez megzavarodja az újságokat, akik ismét támadásba lendülnek. Ez nem rossz, mármint az adogatás. Ott a lehetőség egy ívelésre, egy begurításra, hát kérem, egyik sem lett, megszűrte ezt a támadást. Pásztor Tibor vezérletil a színészek védelme, de most megint állandósul a zsurnaliszta fölény. Szép labda ide. Az időként nagyon szép keresztlabdákat is látunk. Látszik, hogy egy-két fiú tényleg jó barátságban van a labdával, és rendszeresen futballoznak. Ez abszolút látszik.
például Villányi Gergelyen is látszik, meg Havasin. Lábról lábra szépen lassan fejlődik a támadás, de pontos adogatásokkal már az alapvonalnál járnak az újságírók. Gyorsabbak, ez látszik, és egy... Ó, Murányi! Éles szögből, tűhegyes szögből leadott labdája meglepi Szörényi kapust, és a lába között bevánszorom a 45. percben az 5. újságíró gól. És Murányi 3. gólja. Hát kérem szépen, Murányi 3-at. Újabbot szerzett az újságíró válogatott a 46. percben, és már 5-0-ra vezet az 5. gól szerzője. 9-essel Murányi Domokos. Tehát Murányi újabb góljával már 5-0. Murányi 3 gólt lőtt, eddig Antal is 2-t. Közben még érkeznek törzsszurkolók a mérkőzésre. Varga Miklós viszont labdát szerez, és Puskás Petinek tett le egy labdát. Nézzük ezt az indítást, amely nem jó, és már is az újságírók jöhetnek. Hát azt kell mondanom, hogy egyértelmű a fölény, még ha ez egy nagyon potya ízű gól volt akkor is. 47. perc, tehát 13 van hátra. Egy gólt azért azt hiszem megérdemelnének a színészek is. Tudatosan játszanak az újságírók, kihasználják a széleket. Persze az újságírás vigyázni kell, hogy bal oldal vagy jobb oldal, jobb közép vagy bal közép, nagyon sok szín van a palettán, és hát a labdarúgópályán szerencse a bal az bal, jobb és jobb, és nem viszünk bele politikát. Újságírás ez nem mindig így van. Egy jó indítás Puskás Peti, hát igen, ha az labda átvétel nem okozott volna komoly gondot, már pedig komoly gondot okozott Hámori Ferinek, így hát jöhetnek az újságírók. Micsoda akrobatikus megoldás, kérem szépen! Pásztor Tibor! Ronaldinho-t egyesítette a Cimbum cirkusszal, és egy fantasztikus megoldással. Úgy látszik, amióta Kroner ollózott Budafokon, azóta mindenki szívesen ollózna. Egy jó kiugratás ott a 6. Nem, mert a kapust nagy bravúrral tisztáz, szöglet. 48. perc, tehát újabb újságíró lehetőség után egy szögletrugás. Nézzük, nagy készülődés, lehet, hogy kis szöglet lesz ez. Úgy is van, attól persze még lehet veszélyes. Kis szöglet, nagy gólhelyzet. Például egy ilyen beadás után lehet most. Hát így nem. Küllővel egy labda, csak hát Antal is visszaér és megszerzi. Domonkos, aki már 3 gólt lőtt, van egy Domonkos, a 4. is benne van a lábában valószínűleg, de most egy kicsit visszahúzódott, és a támadójátékát a középpályát erősíti. Tudatos támadások mellett könnyedén labdázgatva jutnak el az ellenfél 16-osáig az újságírók. Tehát még egyszer mondom, a tapsokat általában a magánéletbe is, és a színpadi életbe is a színészek haladják le az újságíróké, maximum a kritika vagy a dicséret, úgyhogy ilyenkor most a pályán így visszavághatnak. Havasi visszagurít egy labdát. Szép keresztlabda, hagyta Georgi. Lantos Zsolt, kopasz feje villant, mekkora labda, és ott a mellé. Hó, hát bizony ki lehetett adni ezt a kriptobiztos helyzetet is az 50. percben. Hú, hatalmas lehetőség volt, de szép támadás után. Hát már 10 is lehetne, mondta itt egy színész, hát valóban az a helyzet, hogy lehetne. Tehát
5-0, de ezért higgyék ennek, egy gól kijárna az újságíróknak is. De hát az indítások se jók, mert Puskás Peti most ijeszgetés után labdát szerezhetett volna, de az a volna, az ott nem lett volna, hát ott volt. Akkor mert Csillag hagyta ki ezt a helyzetet előbb. 10 perc sincs már hátra, 5-0. Ez jó gurítás lenne, ha nem lenne ott egy nagyon szép laklócerelés. El lehet indulni a színészeknek. Puskás teljesen szabadon át lehet tenni. Ott a gurítás, több lehetőség, egy lövés mellé. Ho-ho-ho-ho, Imre Roland óriási lehetőséget hagy ki az 51. percben. Hát Imre Roland, én nem tudom mit akart, teljesen eltört a labdát, 73 méterrel mellé lőtte, se belső, se külső, ez egy olyan furcsa megoldás volt. Valószínű, egy nagy monológ, vagy egy páros szerelmi jelenet sokkal jobban menne a színpadon. Hát ez most nem sikerült a futballpályán. Nézzük a kiugratást, ha lesz ebből valami. Nem lesz, mert egy szép szerelés után megindulhatnak a színészek. Na talán ebből a támadásból a legurítás jó. Sándor, aki nagyon aktív volt az első félben, egy jó emelés, lemelleli, és nem értették meg egymást. Puskás Peti nem indult el, pedig oda mellett neki ámori a labdát, és ez sikerül, akkor nagyon szép gól lehetett volna. Hátul adogatnak az újságírók, ezért ez veszélyes lehet akár. Talán nem. Azt akartam mondani, hogy elhibázhatnak egy ilyen adogatást, de nem hibázták el. Pedig borotvaján táncolt a helyzet, letámadtak a színészek, nem. És az 52. percben, tehát hiba nem. Újságíró támadás, hoppá, brazilos megoldás, majd egy tisztázás. Némi sarkalgatás. Közben itt a mellettünk levő részen egy zöldül a relátó, hiszen a Kellen zöld fehérjei érkeznek. Mármint a szurkolók. De nézzük most a bedobás után, milyen kupaktanás lesz ott az újságíróknál. Hát némi cserét azért mindenképpen feltételez ez. Például Havasi Zsolt is azt mondja, hogy lemegyek egy kicsit pihenni. Georgi Attila visszatért. Tehát ez nem okozhat már gondot. 5-0-nál teljesen mindegy, talán a Szertáros is játszott, vagy elemér, a BMT-je kiváló és nagyszerű pályamunkása és pályára léphetne akár. Talán még ő is gólt szerezhetné, hiszen az újságírók nagy fölényben játszanak. Antalics egyből húzza kapura. Nem volt rossz megoldás az 53. percben. Varga Miklós. Majdnem eladott labda. Egy kicsit arcon rúgták a derék zsurnalisztát. Szőlősi lába előtt viszont elgurul. Hát ő nem a futásáról és a gyorsaságáról híres. Nem érte ezt a labdát. Itt viszont Murányi megindul. Murányi ellövi. Hey, szép megoldás után szöglet. Kérem szépen, mindkét oldalon cserék, újságírók már bejöttek, és hát egy szöglet. Simon Krisztián tudja a szögletet. Nem rossz, egy sarkalány, de szép megoldás volt. Villányi Gergely, jegyezzük fel az 54. percben. Nagyszerű újságíró lehetőség. Egy gyönyörű sarkalás után Villányi. Ez Ronaldinhohoz, Maradonához, Peléhez, Cruyffhoz, Besthez méltó mozdulat volt. Valóban minden futballpályán megsüvegelik, főleg ha bemegy. Hát nem mentve. Kis apró fogpiszkálókat sodort a fa kapufáról a labda, de mellé szállt. Persze lehet, hogy ez a kapufa fém, és akkor legfeljebb fém szilánkokat sodorhatott volna magával. 5 perc a rendes játékidő, és miért hosszabbítanának? Szépen bokából letett labda, ott van azonban Pásztor Tibor, és beéri ezt.
azért figyeljünk ott hátul, mondják az újságírók, mert megint Puskás Péter kap jó labdát, és ez nem lesz. Puskás egyszer, mert a hámmari fut Puskás, csináljátok meg, mondják Puskás, ki, ájj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 j
ülési jelenete semmi nem volt ahhoz képest, ahogy most Puskás Péter, mint egy aláaknázott lőportor, hogy összeesett ott a 16-os vonalán, és szeliden kárhoztatta az isteneket, hogy nem sikerült gólt lőnie. Szőlősi a túloldalon laza forgolódás után, bokából milyen csel csinált az öreg harcos, ez nagyon szép volt. Az ívelés, oppás, mindenki sarkalni akar. Mondom, itt ma mindenki sarkalni akar. Végül is enyhe bénázás után a labda a kapusé. Sándor, aki jól játszott az első fél időben. Hámori, aki nem játszott rosszul. Puskás Peti. Puskás Petit bíztatják. Puskás Petinek ma nem sikerül eddig a dolgot. A kiugratás Hámori. Lőddel mondják, sarkalni fog. Nem, ível. Nem is rossz elképzelés. Lehet visszatenni azt a labdát. Puskás Peti. Még mindig ott adogatnak, les. Hát kérem szépen, szerencséjük sincs a színészeknek, amikor valami olyan helyzetecske kialakulna, vagy egy ívelés, akkor les helyzetben meghalnak. 56, inkább 57. perc, továbbra is 5-ös újságírók alatt, 0 a színészek alatt. Még ha játék is, hiszen játékról van szó, azért gondolom bántja és a csőrüket piszkálja a színészeknek, hogy a zsurnaliszták az orruk alá dörgölhetnek majd egy 5-ös számot. Persze letámadhatják és megzavarhatják a védelmüket, és akkor még netán-tán. Lantos Zsolték persze ezt nem akarják, előre törnek, Szőlősi. Gyuri, hát de Gyuri nem jött mellette, úgyhogy Szőlősi, aki szintén György. A Gyuri közjátéka nem csak Puskás Péter, jó labda. Sándor, ki a szél, eddig nagyon szép támadás. Nagyon szép támadás, nézzük az ívelés, az sem rossz. Még mindig nem szabadult fel a kapu. Ki fog itt kapura lőni, kérem szépen? Lesz-e kapura lövés? Körbeadogatják a falat már, mint a kézilabdában. Sándor! Húzogat! Ej, még mindig Sándor! Most már vihel, lepattan! Hát a szerencséje sincs a színész gárdának. 58. perc, ifjú Kelen szurkolók hada érkezik meg. És közben az újságírók támadnak. Ez viszont nem lesz, abszolút nem lesz. Ott lehet a 6. Murányi középen. Nagyon nagy lehetőség, nagyon nagy lehetőség. Murányinak nem jut a labda, a kapus kivédi. Ott a szöglet, 58. perc. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy egy olyan mérkőzésen, ahol a fiatalabb, dinamikusabb játékosokból álló újságírók válogatottja fogadta a színészeket, mondjuk így, bár a színészek a hivatalos pályaválasztók, megérdemelt győzelmet arattak, de az az igazság, hogy azért egy gólt be kellett volna rúgni a színészeknek is, mert lehetőség nekik is volt. Például most Sándor és Puskás Péter duója, Hámori kap egy labdát, Hámori elmegy. Középen Puskás is fut, ott a lehetőség, Hámori, oldalt, oldalt, átnyesi, lehetőség, kriptobiztos helyzet, na tessék, elrúgni ezt, Puskás, és ez sem megy be! Hát nem hiszem el, ezt nem hiszem el, az 59. percben nincs helyzet, ami kimaradhatna, de van, mert a színészek Puskás Peti révén ezt is kihagyták. Hát, no, mert ez a Puskás név, emlékezett Puskás öcsire, vagy a Vasasos Puskás Lajosra, hát ők azért igazi gólvágók voltak. Nos, Puskás Petinek sok minden sikerült ezen a meccsen, gólt lőni nem. Jó erős egy perc, és egy újságíró akció, amely meghal. Tehát egy perc még színészek, 0 újságírók, 5, még egyszer mondom, jó kis játék volt, felvezető a gyülekező közönségre, de még egy támadás gyülekező közönségnek, hát ha tetszik, még egy színészgól. Lesz-e színészgól? Hámori, ott van Sándor. Keresztbe fut. Na nézzük, már mindenki ott van, Puskás Peti is ott van. Kap el labdát, kap, de szerencsétlen eléri ezt. Hát dobja a pokrocot, mondják, de Peti megfogta, Puskás. Ájj, bele az ellenfélbe. Még mindig van 40 másodperc, egy vaszicskuféle nagy bedobás kéne, vagy egy berúgott labda. Lesz egy lefordulás? Nincs. Újságíró akció.
És miután a kapus kim volt a kapujából egy átéveléssel, meglephették volna ott a lehetőség. Szó nincs lesről. Még megindulnak az újságírók. Szőlősi a főszerkesztő, ez még nem lőtt gólt. Talán most rugatnak vele egyet. Ott a letett labda, Szőlősi, lőd el, mondják, és ebben a percben vége, mert Lecsics, meg egyébként is, de a játékvezető fölteszi a kezét. Engedd még egy színészrohamot. 5 színész, 3 újságíró veszem meg, kérem szépen. Nagy lehetőség, és így nem, de még mindig ott van. Még mindig ott van. Egy csel. És ez sem megy be, ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Még mindig ott a színészek előtt a lehetőség, és fölé! Színész helyzetek, és ez a vége, a 60. perc. 5-0-ra nyertek az újságírók egy olyan meccsen, ahol a színészek is lőhettek volna gólt. A színészek gyorsan felejtsék el ezt, az újságírók ünnepeljenek. Mi megvárjuk majd a nagy attrakciót, a Budapest Kupa döntőjét. Nézzük tehát azt a mérkőzést majd, most pedig a végeredménnyel búcsúzunk. Színészek 0, újságírók 5, a 2x30 perces meccset megérdemelten nyerték a zsurnaliszták. Gratulálunk természetesen mindkét félnek, mindkét csapat játékosaját. Azonban, hogy a méltó felvezetése volt a Budapest.